Március utolsó napján játszotta az alapszakasz utolsó mérkőzését a Nyíregyháza, a TF Budapest elleni győzelem pedig azt jelentette, hogy a hetedik helyen zárták a bajnokság 26 meccsből álló első szakaszát a cápák. Ezt a 26 mérkőzést két teljesen különálló részre lehet bontani, mivel a gyengébre sikerült első felvonás követően a második körben már teljesen más arcát mutatta a Blue Sharks. Összességében, ha az teljes eddigi szezon alapszakasz kell értékelni, akkor persze azt kell mondjam, hogy reális, hiszen a rémálomszerű kezdés után egy álomszerű folytatás következett. Ugye 2 11 el fordultunk rá a második kör, az azt jelenti, hogy kettő győzelmet sikerült összehoznunk csak egészen karácsonyig, és utána megtáltosodott a csapat. Természetesen kellettek hozzá szakmai döntések, kellett merimnek az érkezése, kellett egy új légiós igazolása, illetve a magyar fejekben rendet rakni, és mindenkinek átérezni a felelősségét, hogy milyen klubban játszik, és mik a céljaink. Én azt gondolom, hogy a hetedik helyre büszkék lehetünk, hogy össze tudtuk hozni, hiszen nagyon sokáig tényleg a kiesés, illetve a nyolcba jutás volt a, a következő cél. Úgyhogy összességében elégedettek lehetünk, ahogy ezt uh, meg tudtuk oldani, de hát még előttünk a rájátszás, úgyhogy érdekes meccsek következnek. Az elmúlt hét végén rendezték meg a Hepkupa 4-es döntőjét, amelyben a MAFS a futtól és a ceglétől is vereséget szenvedett, így a negyedik helyen végzett. Az alapszakaszban mindkét nyíregyházi elleni meccsen a fővárosiak bizonyultak jobbnak az első meccsből komoly következtetés nem mondnék le, hiszen nálunk még teljesen más felállás volt. Azóta ugyan a mafz is érkezett egy légiós. Én összességében azt érzem, hogy ez nem is a mafz fog múlni, hanem rajtunk. Mennyire vagyunk motiváltak, mennyire akarjuk azt, hogy négybe üssünk, és mennyire tudjuk, hogy összeszedni a, a csapatot, mind fizikálisan, mind mentálisan, hiszen tudjuk, hogy meg tudjuk venni a mafcot, még ha nem is sikerül, de 20 ponttal vezettünk ellenük itthon, és végjátékban kaptunk ki, két hasonló erős csapatról beszélünk, nem véletlenül, hogy másikok lettek, és abszolút nem lebecsülve az ő érdemeiket, mert nagyon komoly alapszakaszt hoztak. Én azt gondolom, hogy ha mi úgy oda tesszük magunkat, ahogy az előző 10-12 mérkőzésen, akkor ez egy kiki lehet. Nincs esélyes, természetesen a pályelőny náluk, náluk, van, de miután csak két győzelemig tart, egy idegenbeli győzelemben már nagyot léphetnénk a céljaink elérése felé. Az új Budamaft Hübner Nyíregyháza Blusáksz mérkőzés csütörtökön 18 óra 30 kor kezdődik a Gabányi sportcsarnokban. A negyed döntő további párosítása következő Pécsi VSK TF Budapest, Vasas Akadémia Cegléd és BKG Prima Akadémia Fót.